Ha Jézus Krisztus, köszöntöm szeretettel itt a kedves nézőinket az örömhíreink műsorunkban. De rendhagyó módon most a bevezető imádság elmarad, mert az együttlétünk, a beszélgetésünk egész folyama akár tekinthető egy közös imádságnak is a mai alkalommal. Hogy miről is van szó, azt egy picikét talán messzebből kezdem elmagyarázni hogy ebben a műsorban fölemeljük a szívünket az Isten öröme által, Jézus hív meg bennünket, aki azt mondja, hogy mindent azért mondott el nekünk, hogy az ő öröme legyen mi bennünk, és örömünk ezzel teljes tegyen. Az örömhíreink megosztásának a forrásához szeretnénk most eljutni. A legnagyobb örömhír mindannyiunk számára, hogy van örök élet, hogy Jézus Krisztus él, hogy nem a halálé az utolsó szó. Az élő Jézus Krisztusauló találkozásaink azok a források, amiből az minden a örömeink is fakadnak. Többször már visszatértünk erre a utalásra, hogy ahol tetten értünk az életünkben az Isten jelenlétét, az élő Krisztus jelenlétét, onnan fakadnak az örömeink. 1970-es évekhez szeretnék visszanyúlni. Valamikor 70-es évek elején Hagyő József atya jóvoltából, aki a Fukótya kis testvérei közösség férfi ágának egyetlen magyarországi tagja volt, akkor az ő jóvoltából került kezembe az ő fordításában Louis Eveli, amúgy francia nyelven írt lelkigyalkotós könyve amelynek a cím egészen megigézett. Ez volt a könyv címe, hogy az öröm útja. Ebben Louis Eveli döbbenten írja, miért van az, hogy szívesen bekapcsolódunk a nagybőd során barátunk szenvedésébe, de a húsvét utáni szent 50 nap örömébe, mintha magára hagynánk. Ez a megállapítás nagyon felkavart akkor, és arra gondoltam, hogy mennyire igaza van, hiszen a kereszténység legfontosabb örömhíre ez, hogy Jézus Krisztus él. Hogy Jézus Krisztus nemcsak, nem csak, hogy történelmi személy volt, meg, meg, meghalt értünk a kereszten, hanem, hogy a nagypénteken nem ért véget a történet. Jézus valóban él, mert harmadnapra föltámadt. Pálapostól maga így fogalmazza ezt meg, hogy ha Krisztus föl nem támadt volna, hiába való lenne a mi hitünk. És azért kavart fel ez a mondat annyi részen, a kereszténység igazi jele ezek szerint nem a kereszt pusztán, hanem a föltámadás öröme. Vajon jutott -e már közülünk bárkinek eszébe, hogy a szobája falát a föltámat üdvözítő, Jelképével szentelje meg. Általában a kereszteket szoktunk a szobába tenni, templomba, és ritkán találkozunk a föltámadott üdvözítő jelképével. És vajon kivállalkozott már arra, hogy a nagybőti Keresztút mintájára, mondjuk végigjárja Jézussal az öröm útjának stációt? Miért van ilyen egyáltalán? Jézus azt az elsőt, amit keresztútként szoktunk végig emlékezni nagybőtben, azt ezért a másodikért járta végig. Jézus a szenvedését azért vállalta a föltámadásért, és hozzá kell tennem, nem a saját föltámadásáért csak, nem az vezetőt, hogy hát hogy nem baj, hogyha én most itt úgy úgyis fel fog támadni, hanem a mi föltámadásunkért. Azért szenvedett, azért halt meg, és azért támad föl, hogy nekünk örök életünk legyen, így mondja ő azt, aki hisz bennem, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. És mindezeket azért mondtam el nektek, olvassuk János 15. fejezetében, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ugye a nagybőr során minden templomban legalább péntekenként átelmélkedjük a keresztutat, ha más nem nagy péntek délután biztos. Itt az apostol televízióban most az elmúlt nagybőt során minden nap volt délután három óra, akkor lehetőség a együtt járni, együtt elmélkedni. Most ennek a keresztútnak az állomásait végső soron nem találjuk meg a Szentírásban, egy-két jelenettől eltekintve, hanem a szerető utókóra, a hagyomány alapján állította ezeket a stációkat össze, Szentföldön felkeresve azokat a helyeket, ahol valószínűleg Jézus járt a szenvedése során. Az öröm útját azonban ott találjuk a Szentírásban, ugyan nem nevezik így öröm útja, maga a Szentlélek inspirálta a szent szerzőket, evangelistákat, szentírókat, és a Szentírás új szövetségi lapjain ott találjuk ezeket az eseményeket, amelyek nem mások, mint a föltámadott Jézussal, az élő Jézus Krisztussal való találkozások állomásai. Most ennek hatására, állítottuk össze, össze ugye 70-es évek elején fiatal barátaimmal az öröm útjának a stációit. Először 1975-ben Óbudán a Kiszteli Trinitárius korostól elindulva a Testvérhegyen keresztül jártuk Husvét hajnalán az öröm útját. Kicsit annak mintájára, ahogy faluhelyen régen szokás volt húsvét hajnalán, az asszonyok elmentek és a falu határában fölkeresték Krisztus keresztjét, és virágokkal, fehér virágokkal feldíszítették a föltámadás ünnepére utalva, hogy ez a kereszten függő Jézus ez tulajdonképpen él és föltámadt. És aztán ez a örömútja a járás, hogy rendszeressé vált minden esztendőben, húsvét hajnalán, hajnal háromkor fölkeltünk, és még napviradat előtt elindultunk ezekről a találkozásokról elmélkedni ott kint. Aztán ez elkerült Budaösre, ott is a fiatalok legyütt folyt, és talán még máig is folyik ennek az öröm útjának az járása. Járták ezt már Martonvásárban, Kecskeméten, sőt, kinőtte Budapestet is, hiszen a Mária Nosztrai május 1 kötődő a keretében ott is végig Szóval úgy gondoltam, hogy ma meghívom a testvéreket itt a husvéti szent időben arra, hogy, hogy az öröm útján kísérjük el Jézust, ha már a naibőjben úgyis elkísértük. Az öröm útját ugyanúgy elmerkedjük végig, hogy a keresztutat minden állomásnak van egy adott címe. Ha az első állomáshoz, akkor elhangzik az első állomásnak a címe. Keresztuton szoktuk mondani, hogy tédet hajt, vagy imádunk Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Hát az öröm útja is így történik, odaérünk az első állomáshoz, akkor Imádunk Krisztus és áldunk téged, de nem avval fejezzük be, hanem, úgy, hogy, hanem mert szent feltámadásoddal megváltottad a világot. És hogy a keresztúttól úgy búcsúzunk egy állomástól el, hogy azt mondjuk, hogy könyörül rajtunk, Urunk, hát itt pedig azt mondjuk, hogy köszönjük, Urunk. Most talán nem tudunk kint lenni a helyszínen, a természetben, itt a, a szűkebb körülményeink között lélekben járjuk végig az utat. Elképzeljük magunknak azokat a helyszíneket, ahol ezek a találkozás élmények, az örömnek ezek a csodálatos találkozásai történtek annak idején. És akkor most ebben a lelkülettel induljunk, mindegyik állomáshoz lélekben odajárulunk, és megszólítjuk az ott szereplőket, és megkérdezzük őket az ő örömeik felől, és miközben erről emlékedünk, akkor ezben a lelkünk valóban imádkozik is. Hát induljunk Jézus nevében az első állomáshoz, az öröm útján. Az első állomás, a katonák jelentették, hogy Jézus él. Ugye emlékszünk rá, hogy amikor Jézus eltemették, arra a Józsefnek a sírjába, akkor a templom őrség odállította a katonákat, lepecsételték a, a követ, és ők azért álltak ott, hogy nehogy úgy történjen, ahogy mondta, hogy három nap múlva fel fog támadni, nehogy azt az apostolok jönnek és ellopják a holttestet, és akkor majd azt fogják mondani, hogy És mi történt? Harmadnap hajnalán nagy földrengés támadt, olvassuk az evangéliumban Szent Máti tudósít erről. Az úrangyar ugyanis leszállt az égből, odament, ment, a követés, ráült tekintet olyan volt, mint a villám öltözéke, mint a hú. Az őrök remektek tőle való félmekben, csak nem halára váltak. És később aztán azt látjuk, szintén Máté ír erről, hogy néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket, amit láttak. És ezek a vénekkel egyetemben tanácsolt tartottak, hogy most mi a tendő, hát most, most mit csinálnak? A kő Jézus pedig föltámadt. És azt határozták, hogy azt kell mondani, hogy ének idején, amíg mi aludtunk, mondják az őrök, addig a tanítványok ellopták, és mondják nekik, hogy ha Pilátus esetleg majd kifogásol, hogy, hogy elautatok, majd mi kimentünk benneteket, és adtak nekik egy csomó pénzt, hogy ezt valják ezek az őrök. Itt állunk ennél az állomásnál. Milyennek az állomásnak az öröme? hát a Jóistennek a csodálatos humora. Nem érdekes, hogy pont azok, akiknek az lett volna a dolguk, hogy végleg kő alatt tartsák Jézust, tehát Jézus ellenségeinek a megbizottai, azok lettek a föltámadás egyetlen szemtanúi, akik ott jelen voltak akkora van a pillanatban. Senki más nem volt ott, az apostolok közül senki nem volt ott, tanítványok közül senki nem volt ott, amikor ez megtörtént. Ők a szemtanúi, és ennek a ténynek az első bejelentő is, hiszen ebben a hírrel szaladnak oda a főpapokhoz, hogy mi történt. A történelem során ez szinte megismétlődött folyamatosan. Szinte mindig így volt. Legtöbb érvet Isten létezése, Jézus történetisége, Jézus föltámadása mellett pont a tagadói szolgáltatják. Tudom, hogyha bemegyünk egy könyvtárba, Kilométer hosszú polcokat lehetne összegyűjtögetni, ahol olyan szakkönyvek vannak, amelyek támadják Jézus történeti személyiségét, amelyek támadják Jézus Istenbeni voltát, amelyek támadják a föltámadás lehetőségét. Most pont ez, hogy ennyire komolyan vették, elgondolkodtatja az embert, hiszen ha csak mese lenne, akkor minek írtak volna ennyi könyvet róla? Minek kéne ennyire vitatkozni? Minek kéne ennyire hadakozni ellene? Hát a bófa ellen sose a kilószám könyveket. Piroska és a farkas történetéről nincsen könyvtárnyi irodalom, hogy miért nem igaz ez a mese. Tehát az, hogy ezt ők megírták, és a történelem során állandóan küzdködnek azzal, hogy Jézus él, ez bizonyítja a legjobban, hogy ez megtörtént. És pont nem egy hiszékeny, Szent Asszony vagy egy apostol jelenti ezt be, hanem az ő megbízottai katonái. Történelemben, a mi történetünkben is ugyanígy van. Örüljünk annak, hogy Jézus Krisztus él. Ez az élet, ami örömünk forrása. Ezt köszönjük meg az Úrnak az első állomásnál. Köszönjük, Úrunk! És tovább indulunk a második állomáshoz. A második állomás szereplői már nem a katonák. A második állomásnak azt a címet adhatnánk, hogy az asszonyok az angyaloktól megtudták az örömhért. Ugye nagypénteken nem volt idő Jézus holttestét bebarzsamozni, ezen a bizonyos hajnalon az asszonyok az előre elkészített fűszerekkel, illatszerekkel indulnak a sírhoz, és már ott közben azon tölik a fejüket, hogy hogy is fognak bejutni a holttestet, hogy bebarzsamozzák, hiszen ott a nagy kő, és ott jönnek, látják, hogy el van hengerítve a kő, betekintenek a sírban, és döbbenten látják, hogy a sírban ott ül két fehér ruhás alak, akik megszólítják őket. Mit keresitek az élő tavoltak között? Nincs itt. föltámadt. Jusson eszetekbe, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának, mondta, bűnösök kezére kell kerülnie, keresztre feszítik, de a napra föltámad. És akkor eszükbe jutottak ezek a szavak, és visszatérve a sírtól jelentették a tizenegynek és a többieknek, amit tapasztaltak, amit láttak, de azok bolond beszédnek tartották szavaikat, és először nem hittek nekik. Ennek az állomásnak az öröme az, hogy akik Jézus korában, mint nők, mindig csak a második vonalba tartoztak, és akik közül... Senki sem lehetett se tanítvány, se apostol, mégis azok lettek az első küldöttei az örömhírnek küldött szója, apostolosz. Ők hirdették az apostoloknak. Rajtuk keresztül az, az úr megteremtette még annak a lehetőségét is, hogy az apostolok is hittel fogadják először el a föltámadást rajtuk keresztül. A második állomás öröm az, hogy akik Jézus korában ezt megtették, az a mikorunkban is ugyanezt megteszik. Az Úr ma is gyakran bízza örömhírét, női lelkek érdeklődő szeretetére, bátor hűségére, az Anyaszent Egyházban, ha látjuk, a legtöbb szolgálat tevő egy egyházközségben, egy templomban a nők közül kerül ki. Ők a mi angeloszaink. Ahogy nekik az angyalok adták át az örömhírtük, nekünk adják talán tovább az örömhírt. Egyesek szerint még a húsvét hétfői locsolás is egy kicsit ezért kapcsolódik az asszonyokhoz. És ami mi örömhírünk még az is ebben az állomásban, hogy mindig adódnak olyan angeloszók, hírvévők, akik elmondják, hogy Jézus él. Vajon én kitől tudtam meg először? Gondoljuk rá szeretettel, és köszönjük meg az Úrnak. Köszönjük, Úrunk. A Vendégeink, tehát ezek az asszonyok a mai nap folyamán, meg hát a következő asszony, aki személy szerint egymaga is találkozott, Jézus a harmadik állomás, Mária Magdolna találkozott a föltámadott Jézussal. Ha megkérdeznénk, most ideültethetnénk ebbe a székbe Mária Magdolnát, hogy Mária Magdolna meséldel, hogy mi történt ott, hogy te szomorúan ballagtál ki, illatszereket se ja, talán csak éppen imádkozni indultál oda a sírhoz, és többenten látod, hogy nincs ott a kő a sír bejáratánál, sőt, bepillant a sírba, és ott sincs senki, ellenben van ott egy fehér ruhás angyal, aki megszólít téged is, hogy asszony, miért sírsz, mondott, hogy mert elvitték az én uramat, megfordulva pedig mit látsz, ott áll valaki, akit te nem ismertél fel, hogy ki az. És tőle is kérdezed, azt hiszed a kertész, hogy uram, a te vitted el, mondd meg, hogy hova tettél. És akkor ő neveden szólít téged, és azt mondja, hogy Mírjám. Mit éreztél ekkor? A találkozásnak ez a szédületes öröme. A harmadik állomás öröme, nagyon vigasztaló öröm. Mária Magdona tapasztalata, hogy az úr azt a bukott nőt, aki, akit házlóság törőnek tartotta a környezete, az küldi el az apostolokhoz az új élet, az újrakezdés, az új lehetőség hírével. Azt mondja neki, mikor Mária Magdona át akar ölelni a lábát, rabóni, hogy engedj, még nem mentem föl az én matyámhoz és a ti atyátokhoz, menj és ad hírül testvéreimnek, hogy menjenek oda, ahol megbeszéltük, és majd ott találkozunk. Ezzel két dolgot is üzen az Úr. Egyrészt azt szeretné, ha apostolai, még mielőtt szemtől-szembe találkoznának ővele, ismét más tanúság tét alapján tartanák igaznak a föltámadást, tehát hívők lennének igazán. Másrészt szeretné, ha tanítványai a saját válaszukkal is megerősítenék, hogy... Minden bűnből van lehetőség a föltámadásra, mert sok műre megbocsátatik annak, aki szeret, mint Mária Magdolna. A megtérő bűnös talán előbb találkozik élő Jézussal, Jézus életével, amint, ahogy ezt látjuk itt Mária Magdolna életében, mint az, aki úgy gondolja, neki nincs is szüksége megtérésre. Ennek az állomásnak az öröme, vigasztal öröme számunkra az, hogy ma az Úr neked és nekem is felajánlja annak a lehetőségét, hogy bárki előtt megvaljuk, hogy Jézus úgy emelt ki bennünket a bűneinkből, hogy elénk állt és nevünkön szólított, mint Mária Magdolnát. Köszönjük meg az Úrnak! Köszönjük, Úrunk! és menjünk tovább a következő állomáshoz. Másik két vendéget ültetünk most ide, magunk mellé, akiknek a személyes élményét kérhetjük ki az őremikről. Péter és János megdöbbent az üres sír láttán, ez az állomásnak a címe talán. Miután az asszonyok meghozták a hírt, meg Mária Magdolna, tanítványok közül ketten, így írja a Szent János apostol, Péter és a másik tanítvány, sose nevezi meg saját magát, de tudjuk ez ő rá vonlakozik Jánosra, elszaladtak a sírhoz. A fiatalabb tanítvány, az a másik tanítvány gyorsabban futott előbb odaér, de nem ment be. Aztán Péter, mikor megjött, bement és látta, hogy üres a sír. Erre a másik tanítvány is benézett, és ő is látta, hogy üres a sír, és ezt írja, hogy látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az írást, amely szerint föl kell támadni a halálból. Ennek az állomásnak az öröme, hogy az Úr ismét egy kicsit, így mondjam, fonákjára fordítja a világot, hiszen azok a tanítványok, akik akkor, amikor három éven át, nap, min nap, szemtől szembe látták Jézus csodás tetteit, mégiscsak kicsi hitőek voltak, a Jézus maga megállapítja róluk, most éppen abból merítették hitőket, hogy nem láttak semmit. Hogy Pontosan abból, hogy a semmit látták, hogy a, a hűlt helyét látták, az üres sírt látták. Így mondja Szent János, látta és hitt. De jó, hogy üres a sír, de jó, hogy előbb-utóbb minden sír kiürül. Boldog, aki meg tud döbbenni. A csodálkozás az imádás kezdete, mert Isten mindig meglepő. Köszönjük ezt meg az Úrnak. Köszönjük, Úrunk. És ebből az örömmel indulunk az ötödik állomáshoz. Ismét másik két vendéget hívhatunk ide most, hogy vele beszélgessünk, nagyon röviden az ő élményükről, az emmauszi tanítványok, akik fölismerték a kenyértörésben az emmószi találkozás az ötödik állomás. Ketten az tanítványok közül, miután az asszonyok bejelentették, hogy mit tapasztaltak a sírnál, legyintettek és mese az egész, és elindultak Emmaus felé, útközben melléjük szegődik Jézus, akit nem ismernek föl, látja az lóg az óruk, miért lógatjátok az ótukat, ha hogy ne lógatnánk, hát csak te nem tudod, hogy mi történt ott Jeruzsálemben, miért mi, hát a Jézusnak az esete, és akkor Jézus mondja, miért hát nem ezt kellett elszenvedni a megváltónak. És akkor a ószövetségi proféták, írások, zsoltárok alapján megvilágítja mindazt, ami jövendülésként a szembe szólt. És közben odaérnek a faluhoz, ott egy fogadó, és Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni, ők mondják, marasztalják, hogy Uram, maradj velünk, és odaértek, és akkor bemennek, és amikor azt, ahhoz telepednek, Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik, s ekkor felismerték, megnyílt a szemük. Nem biztos, hogy a sebek helyéről egyáltalán megnyílt a szemük. Akkor döbbentek rá, hogy ó, oh, hát ez, ez Jézus. És még abban az órában útra keltek, mert lángolt a szívük, és futottak az apostolokhoz, visszamentek, még azon éjszaka nem feküdtek le, futottak, és képzeljétek el, mi történt felük újságoltak nekik. Ők avval fogadták, hogy ők is hallottak már róla, mert azok után az asszonyok itt jártak, Péternek is megjelent Jézus. És ők is beszámoltak arról, mi történt velük az úton. Ennek az állomásnak nagyon vigasztaló az öröme, hiszen Jézus épp azok mellé szegődik az úton, akik csalódottan, lógó óral próbálnak minél távolabb kerülni attól a helytől, Jeruzsálemtől, ahol szerintük köddé váltak reményeik ahogy mondják, pedig most reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Olyan nagy öröm, olyan csodálatos öröm, hogy Jézus mindig mellé szegődik azoknak, akiknek lóg az akik csalódottak, akik végútról visszaindulnának. Milyen jó, hogy ha bár nem voltam akkor ott Jézus kortársa, ma mégis egy asztalnál ülhetek vele minden szentmisében. Milyen jó, hogy minden nap, amikor rám tör a csalódás, a kisítűség, ezeket oda a kenyértörés asztalához. És ő majd nekem is megmagyaráz, hogy hiszen ennek így kellett történnie, és akkor majd lángolhat az én szívem is. Köszönjük meg az Úrnak. Köszönjük, Úrunk. Hatodik állomás ennek az örömét folytatja. Éppen ez a helyzet van, épp még beszélgetnek a tanítványok ezekről az élményekről, amikor mi is történik, hatodik állomásnak ez a cím, mert Jézus megmutatta magát az apostoloknak, és rájuk bízta a bűnbocsánat szolgálatát. Mert ebben a pillanatban zárt ajtók mellett is, mögött, vagy azon keresztül betoppan, megjelenik előttük, megvannak többenve, bátorítjuk őket, hogy én vagyok, ne féljetek, békesség nektek. És ebben a találkozásban hangzik rá az a csodálatos mondat, amely így szól, amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a szent akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsátót nyer. Akinek megtartjátok, az bűnben marad. Nos, a hatodik állomás öröme, és öröm úton járunk, különösen is magával ragadó. Hiszen az Úr itt vezeti rá azokat a tanítványait, akiket az előző három év során oktalnoknak mondott, és akiket most azt tölt el nagy örömmel, hogy látták, és oldalát érinthették volna, vagy látták halálos és föltámadása által az ő győzelmét. Ezeknek a tanítványoknak ő a megbocsátás szolgálatát adja tovább. Szerencsére ő előtte Ma sincs magába zárkózott ember, se csukott ajtó, amit meg ne érinthetne. Jézus egyszer mindenkorra megmutatja magát mindenkinek, és felkínálja a bűnbocsánat lehetőségét a Szent Jónáson keresztül. Ez itt a mi örömünk is, hogy bár elbukunk a bűneinkben, Krisztus azért adta ezt a feloldozási hatalmat a tanítványoknak, hogy a Szent Jónás lehetőségében mi is föltámadjuk. Köszönjük, Urunk! Így érkezünk el a hetedik állomáshoz. És ide egy újabb vendéget hívunk akkor, egy nagyon szimpatikus embert, Tamás Apostolt. Mert ezen az állomáson megállva találkozunk avval a történettel, ahol az Úr hitet ajándékozott Tamásnak. Kedves Tamás, hogy is volt az, hogy Mit éltél te akkor át? A Tanítványokon a barátaid, apostoltársaid mondják, hogy ők találkoztak a föltámadottat, de te nem voltál akkor jelen. Miért is mondtad azt, hogy jó, jó, majd akkor, hogyha én, ha én, ha én látom a saját szemmel, mert meg tudom tapintani. És nyolc nap múlva mi történik? Együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt, és ekkor újra megjelenik Jézus, és azt mondja Tamásnak, hogy Tamás, nyújt ide az ujjadat, nézd a kezemet, nézd a lábamat, nézd, kedd a kezed az oldalamba, és ne légy hitetlen, ha nem hívő. Tamás apostol, az nem tudjuk szívesen megkérdezni, hogy te oda mentél, és megtapogattad Jézust, semmi jele ennek. Az a mondat, amit mondtál, az viszont sokat elárul, így hangzik, én Uram, én Istenem. Hittel, aztán leborultál ott előtte, és mit mond erre Jézus? Hmm. Boldog vagy, Tamás, mert láttál és hittél, de azt mondom, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. És ez igazán nekünk szóló örömhír. Lám az úr milyen közel jön ahhoz a Tamáshoz, aki küzd a két kérdéseivel. Jézus nem függeszti fel, ó, oh, hát ilyen a poston nekem nem kell, nem közösíti ki, nem kezdnek arról érvelni, hogy a természet fölötti világot nem lehet ilyen matelőst a módon megközelítő, hogy hiszem, ha látom, hanem belemegy ebbe a játékba, és odanyújtja a kezét és a lábát, és mondja, Tamás, tessék, gyere, nézd meg. Nem kell hát szégyenkeznem, hogy vannak kérdéseim és kételjeim. A kételjeim és kereséseim közepette én is bízhatom benne, hogy egyszer csak hozzám is betoppan, és nekem is odanyújtja magát. Hogy bennem is megteremjen majd a hit, és én is azt tudjam majd mondani, én uram, én Istenem. Köszönjük, Úrunk! Lépjünk tovább a nyolcadik állomáshoz, a Tópartján. Oda sétálhattunk a tópartjára, Tibériás tavának a partjára, ahol ott látjuk a, a halásztársaságokat, Pétert és a baráti körét. Mindenki, aki a halászathoz ért, Péter neki van nagyon indulva, és azt mondja, hogy én elmegyek halászni. Mindennek vége. És többiek is mondják, hogy jó, akkor én is megyünk veled halászni. És egész éjszakát próbálkozzák, és semmit nem fognak. És hajnal felé már a part felé tartanak halász bárkájukkal, amikor a parton ott áll valaki, nem ismerik föl, aki megszólítja őket, hogy fiaim, nincs valami ennyi valótok? Fogtatok valamit? És hát nem fogtak semmit se. Azt mondják, hogy nincsen, és akkor mondja nekik, hogy akkor most meséltek ki a hálót a hajó másik oldalán. És nem tiltakoznak érdekes módon, kivettik a hálót, és a háló megtelik halakkal, és erre a szeretet tanítvány, János odafordult Péter, hogy te, ez biztos az úr. És erre Péter felöltözik, mert neki volt vetközve, beúrik a tóba, és úszik Jézushoz és amikor kérnek és kivontatják, a 153 nagy hal van benne. Egyik sem kérdezte meg, hogy ki vagy, hiszen ezek után világos volt számukra, hogy kivel találkoztak. Ennek az állomásnak az öröme nagyon csodálatos. Egy kicsit tréfásnak tűnik az Úr, hiszen Jézus, aki egy falusi ácsmester, így is nézhetjük, ő az, aki haláltati tapasztalatokkal rendelkező Péternek és társainak tippet ad, hogy hogyan lehet sok halat fogni. Nem mondják, hogy, hát, bocsánat, egy, egy ács, hogy érthetne ez, és nem magyarázkodnak. Az ő arra kivetik a, a hálót a másik oldalon, és ekkor megtörténik a csoda. Hallatlan erőt ad az a tudat mindannyiunknak, és ezen jövünk, hogy ha hiába volunk, tűnnek is az én fáradozásaim, a hiába valóságaim partján, ő vár. És ha az ő szavára próbálkozom újra, úgy, ahogy ő mondja, akkor biztosan lesz a próbálkozásomnak eredménye. Lehet, hogy akkor, amikor úgy érzem csődött mondott minden igyekezetem, és odafigyelek arra, amit nekem akar tanácsolni Jézus, nekem is megtelhet nem a három, hanem a lelkem. Köszönjük, Urunk! A kilencedik állomás örömhírihez érkezünk el, amelyben Jézus megerősítette Pétert szeretetében és pásztorát tette. Ezután, jelent után leülnek a tűz együtt eszegetnek, majd pedig ott a tópartján Jézus sétálni hívja Pétert, hogy Péter kicsi szeretnék veled beszélgetni. <kül> és megkérdez, hogy Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Aztán még egyszer, hogy Simon János fia, szeretsz engem? Ezt a is is megkérdezi, hogy Simon János fia, szeretsz? És Péter mindannyiszor egyre jobban érzi, hogy, hogy kicsit úgy megnyílik alatt a föld, és mondja, Úr, már hát te minden tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. És Jézus csak azt mondja, hogy legeltest gyuhaimat. Mennyire hálás Péter. Hallatlan tapint a titus részéről, hogy Béterrel beszélget. Tudjuk, hogy nem ez volt az első négy szemközi találkozás a föltámadás után, hiszen, amint már korábbi állomásnál hallottuk az Elmószi tanítványok a tanítványoktól tudták meg, hogy Péternek már megjelent időközben Jézus. Szóval már volt egy sajátos találkozásuk, de hogy akkor miről beszélgettek, azt nem tudjuk. De hogy most miről beszélgettek, az megrendítő. Nem avval kezd az úr, hogy na Péter, ugye? Jó, megmondtam neked előre. Hát tényleg megtagadtál háromszor, nem szégyeled magadat is, ott nem járatja el a többiek előtt, hanem félre hívja. És megpróbálja megerősíteni Pétert. Pétert, aki talán maga is lelkiismert furdalást érez, és kicsit szégyenkezik Jézus előtt is. Már féltettől a beszélgetéstől, vagy számonkéréstől. Jézus nem kérdezem, hogy Péter, miért tagadtál meg engem háromszor, hanem Szentpétert szembesíti avval, hogy te mégis mennyire szeretsz engem, és én mégis mennyire bízom benned. És így kaptuk mi pásztornak Pétert. És olyan jó, hogy nem vagyunk pásztor nélkül nyáj, hogy vannak papjaink, püspökeink, lefőképpen, hogy van pápánk. Hihetetlenül szép, hogy ahányszor megtagadom, annyiszor engem is megajándékoz bizalmával. Legyen mindig bennünk is annak a biztonsága és öröme, hogyha szívünk vádol is minket, mint Pétert, az Úr nagyobb a mi szívünknél is. Köszönjük, Úrunk! Tizedik állomáshoz érkeztünk el. Jézus megnyitotta a tanítványok szemét, hogy megértsék az írásokat. Szent Lukács rögzít ezt a nagyon rövid történetet. Ez egy érdekes helyzet, hogy a feltámadás utáni találkozások keretében történik ez, hogy hogy is történik részletesen, ezt nem írja Lukács, de ezt olvassuk, aztán így szólt hozzájuk, ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be, kelljen, be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a profétákban, a zsoltárokban írtak, és ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Valami olyasmi történik, ami az emóci tanítványokkal történt megnyitotta az értelmüket, hogy meglássák, megértsék. Ennek az állomásnak az öröme valami olyan, ami vissza-vissza tér ezekben az úrra találkozásokban egymás után. Lám még az apostolóknak is mennyire szükséges volt, hogy megnyissa az értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Nagy öröm, hogy Jézus a látók vakságát is el tudja venni. Hallatlan hogy biztonság és öröm, hogy szól, és hogy érthetem a szavait az írásokban, hogy az én értelmemet is meg tudja nyitni. Nincs miért keseregnem, hogy sok mindent nem értek még, hanem a keseregés helyett jó tudnom, hogy nekem is van lehetőségem arra, hogy Beengedjem az életembe az Urat, és majd ő megnyitja az értelmemet, sőt, megnyitja a szívemet, hiszen jól csak a szívével lát az ember, hogy a kishercegben Szentexiberi írja. Ezt köszönjük az Úrnak. Köszönjük, Úrunk! A 11. állomás már ezeket a megnyílt szívű és megnyílt tekintetű apostolokat tárja elénk, itt azt látjuk, hogy küldetést adott az öröm hír hirdetésére. Szent Márk is, Szent Máté is szinte ebben zárja az evangéliumi tanulság tételét, hogy Márk, Márk, ezt olvassuk, így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremt Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Máté pedig azt írja, ezeket a szavakat idézi Jézustól, én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön, menjetek tehát, tegyetek tanítványom már minden népet, keresztejte meg őket az Atya, a Fő és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát nem a levegőben lóg a mi hitünk, Jézus küldetése, küldői parancsa az, ami az apostolokat elindítja, hogy az egész világban, mint só, mint kovász, elvigyék az evangélium örömhírét, és ezt köszönhetjük mi is nekik. Világra szóló ez az öröm. Az, amit 2000 év óta, bár gyarul emberi módon, de folyamatosan mondanak, vagy tesznek az apostolok és az utódaik, az nem az ő saját emberi ötleteiken, vagy leleményességükön, még csak nem is a Vértanúi bátorságukon vagy életszentségük ragyogásán nyugszik, hanem azon, hogy Jézus küldi őket. Ennek a küldetésnek a jegyében hangzik az ő igehirdetésük. A hír így hangzik el, az örömhír. A hír pedig az, hogy van valódi öröm. A valódi öröm pedig az, hogy van örök élet. És ezért egyikünk élete, mindennapi munkája sem céltalan. Már most a megkezdett örök életet éljük, hogy nekünk is van célja az életünknek, hogy van nekünk is küldetésünk. És ha a világba, a Föld végső határáig, akkor az én világomba is küld apostolt Jézus. Akkor nekem is lehet az a biztonságom, hogy hittem nem egy így úgy, bárcsak és talán, mert tudom, kinek hiszek. Pontosabban, ha akarom, tudhatom, hogy kinek higgyek, hogy hová tartozom, hogy nem vagyok magányos, hogy egy nagy családban, az egyházban élhetek mindazokkal együtt, akiket épp úgy az atya, a fiú és a szentlélek nevére irattak a keresztségben, mint engem. 12. állomás előtt állunk. Jézus az atyához ment, hogy mindig, mindenhol velünk legyen. Ez az a pillanat, amit az apostolok cselekedetének első fejezet örökít meg. Jézus miután mindent megbeszélt az apostolok, a kivezetőket arra a helyre, ahonnan a szemük láttára, amelybe emelkedett és felhőt akart el a szemük elől, és amint merőn néztek utána, hogy emelkedik az égbe, egyszerre csak két férfi termet mellettük fehér ruhába öltözve, és azt mondták nekik, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttár most a mennybe ment. A 12 állomás öröme lehet, hogy egy kicsit pragmatikusnak tűnik, de számunkra is nagyon fontos örömüzenet. Az egész mennyben menetelnek ebbe a látványos, szinte filmbe élő formájába, bizonyára nem azért bocsákozott bele az Úr Jézus, mert nem tudta, hogy a mennyország nem fönt van, hanem azért, hogy azoknak az apostoloknak, a fogalmi eszközeivel, akik még úgy tudták, hogy az a bizonyos égbolt az úrnak az otthona, tehát hogy ezen a fogalmi szinten elmondja azt, amit akart bennük tudatosítani. Tudnélik azt, hogy ezután már nem Jeruzsálemben, vagy nem tudom, Betániában, vagy Názaretben kell őt majd fölkeresni, ha valaki akar vele találkozni, hanem immár mennyei módon az Isten mindenütt jelen valósága által mindig, mindenhol lehet vele találkozni. Ez a üzenet, ami öremírünk Jó érzés, hogy sosem vagyunk egyedül. Nagy erőt ad a tudat, hogyha már mozdulni sem tudok majd, nem tudok elmenni a templomba se, talán a halálos ágyamon fekszem, vel, akkor is együtt lehetek. Tehát most is, itt is, az én szívemben is. Köszönjük, Urunk! A 13. állomás már ebből az örömből bontakozik tovább. Jézus elküldte a szent leleket, hogy befejezze az ő művét itt a világban. Ugye én az olajfák hegyéről, ahol ez a búcsúzás történt, a menetel, tanítványok hazatérnek, vissza abba a terembe, abban az emeli terembe, ahol az utolsó vacsora is történt, Máriával és a többi tanítványokkal együtt imádságban, tíz napig imádkozva várják ezt az ígéret teljesedését, hogy majd a lélek kiárad rájuk, amelyet Jézus megígért. És a tizedik napon történt az idő Vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, hiszen búcsú ünnep volt, az ég alatt minden népből, és amikor ott vannak, egyszer csak nagy zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házatól ültek. Majd lányjelvek jelentek meg, szétoszolva kinek-kinek a feje fölött, és leereszkedett mindegyikükre, és mindannyiukat eltöltötte a Szent Lélek, és különböző nyelveken kezdtek el beszélni, hogy élek, őket szólásra indította, a nagy zajra összefutnak a, a, a zarándokok, és erre Péter a 11 apostol kísérletében kilép eléjük, és elkezd beszélni. Mint aki már nem fél, mint aki mindent megértett. Hogy hallgatják ezek az emberek csodálkozva, azt veszik észre, hogy mindenki érti, amit mondanak a tanítványok, amit Péter mond, pedig a világ minden tájékáról, különfajta anyanyelven beszélő emberek voltak ott, és valaki tőlálkozva meg is állapított, hogy talán részegek lehetnek ezek. Telejte mókot édes Bóra és Péterre, így szól. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem lakói minnyájan, vegyétek tudomásul, és hallgassatok meg szavaimat. Nem részegek ezek, amint vélitek, hanem ez az, amiről Jóel Proféta szólt, idézi Jóel Profétát, a végső napokban Kiároztok lelkemből minden testre, fiaitok és leányaitok profitálni fognak, az ifak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra vagy és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban, és profétálni fognak. Ennek az állomásnak, ennek a pünkösdi állomásnak az öröme szinte lángoló tűzként terjedt tova, abból a házból az apostolok bezárkozva imálkoztak együtt Máriával, várták a lelket, és a Bábel óta megzavarodott nyelvű emberiség ott jelenlévő soknyelvű képviselőit egy nyelvet értővé teszi a lélek. És itt születik meg az egyház. Ebben az egynyelvűségben. De jó, hogy a mindenség nem maradt lélek nélkül, lelketlenül. De jó, hogy ez a világ és az én világom sem maradt befejezetlen. De jó, és mekkora megkönnyebbülés, mekkora öröm fakadhat a családjaink életében is abból, ha mindannyian megpróbálunk arra figyelni, amire Jézus tanít, ti pedig szeressétek egymást, ahogy én titeket. Ez az a bizonyos nyelv, a szeretet nyelv, amelyet pünkösd által hozott el nekünk a Szentlélek, amelyben egyik lehetünk mi is. Így érkeztünk el a 14. állomáshoz, amelynek ezt a címet adhatnánk, hogy a tanítványok hirdették az igét, és az Úr együttműködött velük. Márk evangéliumának 16. fejezete zárul ezekkel a mondatokkal, miután az Úr Jézus szólt hozzájuk, és fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők pedig Elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot, az Úr pedig velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Döbbenten álom meg emellett az állomás mellett. Ennek az állomásnak az öröm ma kezdette annak, hogy ma, itt, mi is örömben járhatjuk ezt az utat, mindez avval kezdődik, hogy ők nem zárkóztak magukba az örömükkel, hogy Jézus él, hogy találkoztak vele, hanem elmentek, úgy a Jézus küldte őket, és mindenütt hirdették, sőt, amikor akarták hallgatni, hallgattatni őket, akkor is mondták, hogy de mi nem hallgathatunk arra, amit láttunk és hallottuk, mi tapintottuk az eleven igét. Akár alkalmas, akár alkalmatlan volt, ők hirdették, börtönt, sőt, halált is vállaltak érte. És az Úr épp avval a csodával hitelesítette munkájukat, így, hogy most itt halljuk, hogy velük volt munkájukban és tanításokat csodákkal, kísértést igazolta, tehát pont avval hitelesítette az apostolok munkát, hogy az ő gyarlóságuk ellenére, az egyház gyarlósága ellenére, az egyháziak papok gyarlóságai bűne ellenére a pokol kapui mind máig nem vettek erőt az egyházon. Úgy is mondhatnánk, hogy még az egyháziak sem tudták tönkretenni. Lám, hála az úrnak, aki belevegyítette a kovászt a tésztába, azért, hogy most mi is itt lehessünk, és ebbe az örömben részesülhessünk. Mindenki, aki vállalja, hogy hitét megérezheti, és megérezteti másokkal, az ennek az örömében élhet nem kell hát félnünk nekünk sem, hogy Szent II. János Pál összefoglalt egész pápai küldetését már az első mondatában, amikor a Szent Péter a Bazilika erkére legelőször kiállt, és ugyanígy evel távozott, amikor a világ szemmel áttára végig agonizálta a halált és a szenvedést elénk élte, hogy ne féljetek. Csak mennünk kell vállalni a küldetést, a többit az Úr elintézi. És így érkeztünk el a jelenben, A 15. állomás a jelen állomása. Ugye akkor pünkös napján mint egy három lélek csatlakozott hozzájuk, ezt olvassuk az apostolok cselekedeteinek második fejezetében. Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat, javaikat eladták, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvednek. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és örömmel is egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerte, szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát. Hát ez a jelen állomása. Itt indul el a mi jelen időnk is, az örök jelen, mondhatjuk hiszen arra mindannyian ráébredhetünk ebben az állomásban, hogy arra vagyunk teremtve, arra vagyunk meghívva, hogy az ember a Szent Háromságos Isten élet közösségébe tartozzon. Ennek a szeretet közösségnek nem csak tagja, hanem képe másra legyen, hogy maga is közösségben éljen az egyházban, mint akinek mindenük közös. Közös az Istenünk, közös a Jézusunk, közös a hitünk. Áldott az Úr, egyrészt mert nem vagyunk árvák, hiszen van atyánk, akit így szólítunk meg minden imánságban, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és hogy nem vagyunk magányosak, hiszen mindig azt mondjuk, hogy mi atyánk, és ez ebből az éjményből fakad. Itt születik meg a pünkösben ez a jelen állomása. A hívek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, és közösségében, a kenyértörésben, és az imádságban. Ez a mi örömünk forrása is, ha kitartunk mi is az apostolok tanításában, az egyház közösségében, és közösségben éljük meg a hitünket, a kenyértörésben, az eukarisztia, a szentmise szeretetében, és az imádságban. Ez lehetne az emberiség örömének is az útja, ezen az úton küld bennünket is az Úr, hogy ebben a hírre, ebben a jó hírrel menjünk a világban. Nem nagy dolog, amit tőlünk az Úr Isten kér. Ez a négy titok kitartan az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Folyamatosan művelni magunkat a hitünkben. A hitet megélni közösségben ma az egyház nagy hangsúlyt fektet arra, hogy lehetőleg mindenki ne csak úgy általában egy plebániához tartozó, hanem kis közösségben elkötelezett módon éli az életét. Az eukorisztiában legyünk egy test Krisztusban, és a közös imádságunkban vigyük oda az Úr elé örömeinket, hálaadásunkat. A többi már csak rajtunk múlik. Akkor itt az út végén Köszönjük meg az úrnak! Csodálatos ez az öröm útja! Köszönjük, úrunk!